Vendégünk Sohanyac Viktória, Vikár Sándor Zeneiskola hegedű tanára. Jó estét, szia Viki! Hát nagyon örülök, hogy egy hegedűvel érkeztél, mert ez azért azt jelenti, hogy szóra is fogjuk, vagy hangra is fogjuk bírni ezt a hegedűt minden bizonnyal. Hány tanítványod van most a zeneiskolában? Ebben az évben 20 tanítványom van. Hát akkor azt gondolom, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, akkor elég széles a skála. Mi a tapasztalatod? A gyerekek mi alapján választják a hegedűt, mint hangszert? Mit tudnak egyáltalán a hegedűről, amikor becsöppennek a zeneiskolába? A gyerekek a hangszerről igazából nem sokat tudnak, amikor becsöppennek. Valószínű, hogy televízióban találkoztak vele, vagy egy-egy élőben bejöttek a zeneiskolába kakaókoncertekre. Uh-huh. Divatos nálunk az, hogy óvodás csoportokkal meghívunk bérletes előadásokra délelőttönként, és ott mindenféle hangszert bemutatunk, így élőben is találkozhattak, és hát kiválasztják, hogy... Szerelem az első látásra. Én gordonkáztam annak idején, és néha irigy voltam, meg gondoltam, hogy milyen könnyű ezeknek a kis hegedűt vinni, én meg ezzel az óriási gordonkával, ugye esőbe, szélbe kellett küzdeni az elemekkel, tehát tényleg egy pici praktikus hangszer, ennek ellenére viszont ugye nagyon közel vannak a húrok, és tisztán játszani nagyon nehéz. Tehát kell ehhez egy vájtfűrés. Elsősorban annak javasoljátok, akinek valóban jó a hallása? Feltétlenül jó fül kell hozzá, hiszen nincsenek készen a hangok. Úgy, mint a zongorán, ugye leülünk és egy kis dallamot, egy zsibzsuppot is elég könnyen megszólaltathatunk. Itt semmi nincsen készen, míg a gitáron is a bundok ugye be vannak jelölve, nálunk semmiféle támpont nincs, a fülünk az, ami vezethet, és később az érzetek. Szóval sok-sok gyakorlás, az én tapasztalatom az, hogy aki hegedülni kezd, annak azért az első két év az a kemény próbatétel, és aki ott nem morzsolódik le, és valóban kitartó lesz, annak tényleg talán még a világ koncerttermei is nyitva vannak. Te hogy kezdtél hegedülni, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk itt a múltba? És mik az első emlékeid mondjuk a hegedűről? Igazából édesanyámék zongorázni szerették volna, hogy a zongorázok. Adva volt egy szép hangszer, igazi zongora, nem pianinó nagymamáméknál, de az ő elmondásuk szerint, mert én erre nem emlékszem annyira, én meg minden áron hegedülni akartam. Érdekes módon. Jött, ezt lehet, nem hát, is tudjátok. Valószínű, hogy ugye akkor ez 1980-as évek a gyermekkorom, akkoriban még egy vagy két adó volt, és ott egy héten legalább háromszor főműsor időben ott zenekarok játszottak élőben. Uh-huh. Szerintem ez meghatározó lehetett, azt néztük, nem volt más, és zenés család, tehát természetes, hogy néztük, és a zenekarban elsődleges a hegedű, hát igen, abból ott van a legtöbb, uh-huh. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ez hatással lehetett rá, mert később is, amikor már komolyabban pályára készültem, akkor én igazából szimfonikus zenekarban szerettem volna, úgyhogy valószínű, hogy ez... És ez ugye össze is jött. Én úgy gondolom, hogy tényleg a pedagógiai része ugye ott zajlik a zeneiskolában, hiszen valahol megpróbáljátok a zene szeretetét, az örömét, a léleknek a nemesítését egy-egy órába belesűríteni, de hát ugye valamennyien, legalábbis a vonós tanszéknek a tanárai ugye játszotok zenekarban, az meg valami egészen másféle élmény lehet. Biztos nagyon jó, tehát én úgy gondolom, hogy ott egy ilyen katartikus dolog, és sokan irigylik is az ilyen embereket, akiknek a hobbija ugye egyben a munkája is. Mikor érezted azt, hogy tényleg ezt te hivatásszerűen fogod majd űzni, és nem csak egy hobbi hegedűs lesz belőled? Hát én a szakközépiskolában már úgy készültem a felsőbb szintre, hogy mindenképpen tanári pályára megyek, és zenekarban szeretnék zenélni. Aztán elsősorban végül is a tanítás lett, ez lett a fő tevékenység. Most az jutott eszembe, hogy ma már ugye akár egy megfelelő program segítségével, tényleg digitálisan is mindenféle
hangokat lehet mondjuk egy számítógépből is elővarázsolni, akár a hegedű hangját is, de hát mégis a hangszeren játszani az valami más dolog. És különböző stílusokba is belefér a hegedű hangja, tehát nem csak a klasszikus zenébe. Van olyan dolog, ahová mégsem tudnád elképzelni, vagy van olyan zenei stílus, amiben szerinted nem illik bele? Igazából szerintem szinte minden zenei stílusba beleillik, mivel hogy ez egy dallamhangszer. És a zene az ott kezdődik, ahol van dallam is. Tehát úgy gondolom, hogy a jazztől kezdve a rock zenén keresztül mindenütt a dallam képviseltetve van, így egy hegedű bármilyen dallamot képes eljátszani, tehát jöhet. Főleg, hogyha mondjuk ez ilyen ki van hangosítva, vagy egy picit ugye megvan még mindenféle kütyükkel toldva. Igen. Ez a hangszer, amit te itt a kezedben tartasz, látszólag nem különbözik a világ összes többi hegedűjétől is sem, de mégis ugye az, hogy milyen a hangja, milyen a hangszíne, azt gondolom, hogy ez sokat számít. Biztos utána olvasgattál, hogy milyen a világ legdrágább, vagy legkülönlegesebb hangszere és hegedűje, és vajon mitől olyan drága, és mitől más, mint a tiéd? Igen, hát a világ legdrágább hegedűi a kremonai mesterektől maradt hangszerek. Uh-huh. Ugye hát azok megfizethetetlen áron vannak a mai napig is, de azt olvasgattam, hogy ezek a régi mesterek, hegedűje, a Stradivári, Amatik tulajdonképpen már nagyon kevés az, ami az eredeti formájában fellelhető. Nagyon sok mindent változtatnak rajta, nyakat, láb, hát kúrokat. Tehát sok-sok minden változik. És éppen a múltkorában volt egy versenyeztetés, vakon kellett hallgatni, hegedűművészeknek, neves hegedűművészeknek, régi hangszereket és ma készült újakat, és bizony az írásban az volt, hogy az újak nyertek. Tehát a technika, úgyhogy gondolom, hogy csodálatos már dolgokra képes. Igen, egyre korszerűbb dolgokat találnak ki, és ugye a régieket is újítgatják. Ettől függetlenül van régiben is jobb, gondolom rosszabb, meg az újak között is van nagyon jó, meg rossz. Viki, karácsonykor nálatok előkerül a hangszer, és mondjuk a karácsonyfa alatt zenélgettek egy kicsit, vagy olyankor pihentek, és nem zenéltek? Hát elsősorban pihenünk, de valószínű, hogy most elő fog kerülni a hangszer. Na hát is trombitál, és nagyon régen volt itthon, úgyhogy... Akkor valami kis közös koprodukció készül, akár egy csak kis, igen, családi közös zenélés. Akkor most arra kérünk, hogy ha már ennyi mindent hallottunk, akkor szólaltassuk is meg tényleg ezt a hegedűt, és hát lévén ugye itt a karácsonyra, igen, készülünk, talán valami olyan dallamot, ami a nézőknek is ismerős lesz, és bízunk benne, hogy a karácsonyi hangulatot már most itt még inkább tudjuk majd fokozni. Mit fogunk hallani? Hát akkor én a környezethez illően és az ünnepi hangulatot fokozva egy csendes éjt játszok el.